Kedves videónéző, nagy szeretettel köszöntelek a Húsvéttól pünkösdig tartó áhítat sorozatom 45. napján, ez a 7. hét, 3. napja. És tegnap hallottuk, hogy a zsidók a pünkösd ünnepén a Rut könyvét olvassák föl, ezért gondoltam, hogy a mai napon én is ebből a könyvből felolvasok egy szakaszt, aztán nagy vonalakban mondok el néhány dolgot a Rut könyvéről. A Rut könyvének második fejezetének első versétől olvasom most Isten igéjét. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember, Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rut Naominak, hadd menje ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki, eredj lányom. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetni kezdett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratók felügyelője volt, ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Egy moábi fiatalasszony, aki Naomival tért vissza Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Boáz ekkor azt mondta Rutnak, hallgass ide, lányom, ne menj te más mezőre szelegetni, ne is menj innen máshova, hanem maradj csak a szolgáló lányaim nyomában. Tartsd szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rut arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, hiszen én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyjádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmat az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Rut pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak a szolgáló lányait közé sem tartozom. Ha először végigolvasuk ezt a történetet, és csak négy rövid fejezet ez, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy aranyos, romantikus történet egy lányzóról és egy férfiről. De igazából sokkal mélyebb a történetnek az értelme. Tekintetbe kell venni mindazt, amit tudunk ezekről az emberekről. Ami azt jelenti, hogy igazából az előző könyveket is nagyon jól kell ismerni ahhoz, hogy megértsük egyáltalán ennek a történetnek a mélységét. Ez a történet úgy kezdődik, hogy egy család elköltözik Izrael földjéről Moáb földjére, mivel éhínség volt Izrael földjén. És itt nem gyanakszunk semmi furcsára, ha nem ismerjük a hátteret. Viszont ha tudjuk, hogy Moáb volt az a név, az a nép, amely nem akart kenyeret adni Izrael népének, amikor az ígéret földje felé vonultak, akkor mégiscsak csodálkozhattunk azon, hogy ezek az emberek hogy gondolták, hogy ha Moáb földjére mennek, ott ennivalót fognak találni, ott szívesen fogják őt fogadni. Mert ezek az emberek nem olyan aranyosak, meg vendégszeretők. És ha még egy kicsit tovább elmélyülünk a történetbe,
akkor kiderül, hogy Moáb népe Lóttól származik. Lót Ábrahám unokaöccse volt, de amikor Ábrahám azt mondta neki, hogy mivel nagyon sok lett az apró jószág, Lót választhat, hogy észak fele akar-e menni, vagy dél fele, és akkor Ábrahám a másik irányba fog menni, akkor Lót egyiket sem választotta, hanem azt választotta, hogy Sodoma felé tart. És ebből nagy baj is keletkezett. Ebből a családból származik Moáb. Egy egyáltalán gusztustalan történet az, ahol Moáb népe keletkezett, és ez a sodomai gondolkodás még egy kicsit benne volt, mert nem akartak osztozkodni, nem akartak adni a kenyerükből, amikor a rokon nép elvonul mellettük az ígéret földje felé. De ott volt mégiscsak ez az egy lány, ez a Rut, aki mégiscsak hallhatott valamit az ősökről, talán Ábrahámról is, aki talán tudhatta, hogy Ábrahám utódait bőségesen meg fogja áldani az Isten. Mert Rut Noémival tartozik, vagy tart, és a Rut a férje után az anyósával együtt visszatelepszik Izrael földjére, ahol a könyvnek a másik főszereplőjével találkozik, Boázzal. És olvastuk, hogy ez a Boáz milyen jól értette meg, hogy Isten mit is akart, amikor azt az útmutatást adta, hogy az aratásnál a széleken hagyni kell gabonát a szegényeknek és az idegeneknek. Mert ugye lehet ezt a szabályt szélesebben is értelmezni, tehát többet hagyok a szélén, de lehet úgy érteni, hogy csak itt-ott kell valamit hagyni a mezőnek a szélén. Talán Isten direkt nem mondta, hogy hány centis legyen az a rész, ami maradjon az idegeneknek és a szegényeknek, hogy abból is derüljön ki, milyen az ember hozzáállása, hogyan interpretálja Isten útmutatásait. És itt ez a Boáz nagyon gazdagon értelmezi ezt az igét, mert abból indul ki, hogy mivel ez a Rut most az ő mezejére került, neki kell arról gondoskodnia, hogy ez a két asszony, az idősebbik is, és a fiatalabbik is elegendő gabonát szedjenek a következő egy évre. De ha tovább olvasjuk a történetet, akkor kiderül, hogy Boáz még beszél is az aratókkal, hogy direkt hagyjanak ott még gabonát ennek a szegény lánynak, ennek az idegen lánynak, hadd szedhesse össze ezeket ezt a gabonát. És amikor a következő fejezetben Rút gyakorlatilag felajánlja, hogy ő lenne Boáznak a felesége is, akkor Boáz nagyon szépen fogalmaz. Hasonló kifejezést használ, mint amiről itt van szó. Hogy Rút azért jött Moáb földjéről, Izrael földjére, mert menedéket keres Isten szárnyai alá. És a következő fejezetben azt fogja mondani, hogy ő a szárnyai alá fogja venni ezt a szegény idegen lányt. Tehát Istent fogja képviselni, a szerető Istent fogja képviselni ő felé is, meg természetesen Naomi felé is, azzal, hogy feleségül fogja venni ezt az igazából idegen asszonyt. És ugye ebben a történetben egy óriási üzenet van. Ezért olvassák a zsidók ezt mindig pünköstkor, hogy lám-lám mégiscsak jönnek a népekből Isten népéhez térni. És akkor Rut az első, aki nem zsidó létére betért a zsidóságba. De ez természetesen csak a történetnek az egyik része. És most is lehetnek emberek, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek Isten népével, tehát velünk. Ki tudja hogyan, nem biztos, hogy egy Isten tiszteletre jönnek el, az is lehet, hogy a nyári táborban találkozunk velük. Valahogy kapcsolatba kerülnek Isten népével. És akkor az lesz a nagy kérdés, hogy ők találnak egy Boázt. A mi oldalunkon lesz-e egy Boáz, aki valóban megértette az Isten útmutatásait,
aki valóban az Isten szeretetét tudja képviselni, akiben tényleg munkálkodik az Isten szent lelke, és ezért bölcsen felméri a helyzetet, és a megfelelő döntéseket hoz, hogy egy újabb ember, akár egy kívülálló, csatlakozhasson az Isten népéhez. Akár olyan ember is, akinek a múltja nem olyan szép, akinek a múltjában nagyon furcsa dolgok vannak, akinek a népéről lehetne dolgokat mondani, de Boáz egyszerűen nem teszi meg. Hanem azt mondja, én hallottam, hogy mit mesélnek rólad. Én tudom, hogy azért jöttél ide, hogy az Isten szárnyai alá oltalmat keresél, és abban én leszek Istennek az eszköze. Tehát igazából érdemes ezt a történetet, akár még ma, vagy a héten, vagy pünkös második napján ezzel a szemmel végigolvasni. Hogy itt egy missziós történetről van szó, és sokat tanulhatunk belőle. Hogy hogyan munkálkodik az a Szent Lélek, arról majd holnap beszélünk, ezért remélem, hogy holnap újra találkozunk. Isten velünk, viszontlátásra!